előző egyszerűen kiáltatta érte, hogy aki hisz ő bennem, el ne vesszem, hanem örök életeleket. Kegyelem nektek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 103. Zsoltárt énekeljük. A 103. Zsoltárnak az első verszakát áldjon lelket uradat. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És
megszólítva bennünket Istennek igéje. Varga Ferenc és Szár Beáta Anasztázia kislányának, Anna Rózának a keresztelője alkalmával, 103. Zsoltár 3. 4. versében ekképpen. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronálsz meg. A gyülekezet foglalja a helyét, és így így szól a 103. Zsoltár. Áldott lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldott lelkem az Urat, és el ne feled, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújítja tisztáságot, mint a sasét. Minden elnyomottan, igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fitet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég, a föld, olyan nagy a szeretet az Isten kézünk iránt. Amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az Apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten kézőköz. Hiszen tudja, hogyan formál. Emlékszik rá, hogy korból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virágot. Ha végig söpör rajta, a szél vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáinkkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenem uralkodik. Áldjátok az Urat angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjátok lelkem. Zsoltárnak csodálatos kerete van. Áldott lelkem az Úr. Sok mindenért áldhatjuk az Úristent, de a leginkább és a legfontosabb így keresztelő alkalmával azt kell mondani, amit a 3. és a 4. versben ott van leírva, és ami bízom benne, hogy Anna Rózának az életét fogja kísérni a konfirmációjáig és azután is. Először is áldott lelkem az Urat, mert megbocsátja bűnöket. Ennél fontosabb és ennél nagyobb a mi életünkben nincs. Ahhoz, hogy bűnösek legyünk, érdekes és különleges, nem kell semmit megnézni. Ez sokkal inkább meg magától, mint ahogy azt mi el tudjuk képzelni. Aztán persze a hitvallásunkban a Szentírás alapján leírjuk, hogy ráadásul ezt a bűnt napról napra szaporítjuk, és mint egy napról napra képesek vagyunk eltávolodni az Úristentől, ha csak ránk jövünk, mielőtt megszülettünk volna, mielőtt a föld színén éltünk volna, Jézus Krisztus megszületett értünk, és ő benne bűn, bocsánatunk lehet. Megnyújtja minden betegséget. Sokszor elfelejtjük, amikor betegé leszünk, kihez is kell először folyamon. Rohanunk mindenféle orvosokhoz, keresünk mindenféle terápiát, sőt az igazán ügyes ember az már megelőzi a bajt, és már előtte keresi a megoldásokat arra, hogy meg ne betegedjen. Aztán amikor mégiscsak bekövetkezik a betegség, nem biztos, hogy először ahhoz fordulunk, aki ez igazán fordulni kell. Ahhoz az Istenhez, aki meg tud gyógyítani bennünket. Ahhoz az Istenhez, akinek
Az a fontos, ami a Föld élete után fog következni, az örök élet és a kettő között, az nem számít, de számít. És mindaz, ami a kettő között történik, itt a Földön, azzal is az Úr elé kell állni. Azért, amivel harmadszor állhatjuk az Urat a mi életünkben, mert az Úr többet ígér a földi életben. Koronát ígér. Olyan koronát, amely a szeretettel és irgalommal mutatkozik meg. Olyan koronát, amit mi keresztény emberek várunk. Várjuk, hogy nem csak megértjük Jézus Krisztus szavát, ami üdvösségünk felől, nem csak oda tudjuk szállni életünket, hanem majd a végén vele együtt uralkodhatunk is. Ne felejtsük el, megtanítani ennek a kicsi lánynak. Átad az Urat. Azt az Urat, aki valóban gondoskodik rólunk a földi életünkben, meg tud bennünket tartani nagy-nagy veszedelmekben is, de mégis az igazi ráadás, az igazi csoda, az az üdvösség Jézus Krisztusért. És így kerül keretbe az életünk, ahogyan ez a Zsoltár keretben van. Minden Krisztussal kezdődik, és minden Krisztussal végződik. Ami pedig közte van, legyen Krisztusé ennek a kicsi lánynak az életében is. Most álljunk fel, és halljuk meg hitünket együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami túlunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jelent ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves szülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében nyitván fogjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztség már a Szentet hálva befogadtassék. Ha így van, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg a Szent elhatározásokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önkéntelen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testét, lelki erőt, fogadalmatok teljesítését. Most hozzá fordulok Isten népe, Kispest központi református gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket is szeretetben és imádságban és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Hogy biztosítjátok a gyermekmissziónak minden tárgyi, személyi és anyagi feltételét. Ha így van, feleljük, ígérjük. Isten szentelkodjon erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Hagyjuk meg fejünket, emeljük szívünket Istenhez. Imádkozzunk. Menj, édes Atyánk! Köszönjük neked, hogy egy-egy kisgyermek születésével arra tudsz indítani bennünket, hogy igazán téged vágyunk. Így adunk hálát neked azért a kicsi lányért. Hálát azért, Úrunk, hogy az ő élete szüleivel, családjával együtt
hogy az neki lelki otthont is itt közöttünk. Légy áldott ezért. És hozzád könyörgünk, Urunk, bűnös, de kenyelembe fogadott emberek, hogy tudjunk neki is a te szeretetedről nem csupán beszélni, hanem tudjuk elélni a te szeretetedet. Azt a szeretetet, amely megbocsátotta a bűnöket, azt a szeretetet, amely meggyógyítja a betegségeket, hordoz minket a földi életben, azt a szeretetet, amely örök életet ad. Így kérünk, Urunk, áld meg őt, de örömmé továbbra is családjában, áldásait a gyülekezetben, a te egyházadban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Csendben az ajtón kívül állsz.
jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édes Atyánk, magasztalunk téged azért a csodáért, hogy Jézus Krisztus ma is ott áll az ajtónk előtt és kopogtat. És ez nem más jelent, hogy mi még mindig fontosak vagyunk neked. Még mindig találkozni akarsz velünk még, mindig beszélgetni akarsz velünk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy itt lehetünk most itt ebben a templomban. Azért, mert fontosak vagyunk neked. Ezért tartottad meg a mi életünket, a mögöttünk levő napokban és hetekben, hogy beszélhess velünk az üdvösség csodájáról. Mi adunk hálát neked, mennyi édesatyánk a gyülekezet közösségében, a mögöttünk levő nyárért, a gyermekeink és magunk pihenéséért, gyermekeink és magunk életének megőrzéséért. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogyha bajok, nehézségek is értek bennünket, akkor sem álltál el mellőlünk. És így lehetünk most újra együtt ebben a hajlékban. De jó bizonyságot tenni a te szeretetedről. De jó meghallani, ahogyan gondoskodsz rólunk ebben a földi életben. És bizony, mennyei Atyánk, így állunk előtted, szégyenkezve. Szégyenkezve mindazokért a percekért, amikor Jézus Krisztus hiába kopogtatott. A világ zaja, a mindenféle gazdagság csábítása elvonta a mi figyelmünket. Bocsásd meg, Úrunk Krisztusért, mindazokat a perceket, órákat, talán napokat, heteket, amikor nélküled voltunk. Amikor másfelé rohantunk, amikor mással törődtünk. Így kiáltunk hozzád most a gyülekezet közösségében, Szentlélek Isten. Add meg a csodát, hogy az ige érthetővé váljon a mi számunkra. Mutasd meg Jézus Krisztus a te kegyelmedet abban, hogy a régi igék mai szóvá lesznek a mi számunkra. Hogy a talán ismerős történetek üzenetet hordozzanak a mi számunkra. Ezért kérjük, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Hallgass meg bennünket, akik a te neved imádására jöttünk ma reggel. Gyülekezet foglalja a helyét, és így figyeljünk. Először az írott, majd a hirdetett ígére. Az írott igét Lukács evangéliumából olvashatjuk együtt. Lukács evangéliumának 18. fejezetében, 18. rész, 15. versétől a 30. versig terjedő szakaszban. Tehát Lukács evangéliumának 18. részében a 15. verstől így olvashatjuk Isten igéjét. Kisgyermekeket is vittek hozzá, mármint Jézushoz, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmi
éppen nem megy be abba. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőlem: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod? Ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: mindezeket megtartottam ifjúságoktól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt: még egy fogyatkozásod van. Add el minden a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Azt pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ekkor így szólt Péter: íme, mi ott hagytunk mindent és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta neki: bizony, mondom neked, hogy mindaz, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza, már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök élethez. Kedves testvéreim! Szeretett gyülekezet! Három szakaszt olvassunk Szentírásból. Három olyan szakaszt, amelyben a Jézus Krisztussal való kapcsolatról van szó. Az a Jézus Krisztussal való kapcsolatról, aki ott és akkor, amikor a Szentírás igényi történnek, egy ismert ember volt. Egy olyan valaki, aki vagy vonzotta magához a körülötte levőket, vagy pedig taszította magától a körülötte levőket. Vonzotta, amikor a körülötte levők hagyták azt a csodát megvalósulni az életükben, amely nem volt más, mint az, hogy Isten emberré lett, és taszította, amikor a csoda azt a nehézséget hordozta magába, hogy az emberré lett Isten itt a Földön is tud úgy élni, ahogyan senki más. És mindez, ami előttünk van, ennek a terhében, ennek az izgalmának történik. Kisgyermekek, ismerős történet, ismerős élethelyzet. Isten kegyelméből ma is hozzák őket. Örömmel látom most is azokat a családokat, akik elhozták a gyermekeiket. Örömmel
Biblia, amit valamelyik kisgyermek innen az urasztala mellől magával fog vinni, hiszen most kezdtem meg az első osztályt valamelyik állami iskolában. Mindig öröm, amikor keresztelő előtt, keresztelő után itt vannak a gyermekek. Öröm, mert kiderül ebből az igéből, még a gyermek is megtérhet, a gyermek is felismerheti az üdvösségét, a gyermek is Isten népéhez tartozik. Az a gyermek, akiből ez a világ nem kér. Mert milyen kínos ezt a történetet úgy olvasni, ahogy tudjuk, hogy megtörténik közöttünk is, amikor időnként kiküldjük és elküldjük azt, aki a gyermekével jön, azzal a gyermekkel, amelyik nem biztos, hogy akár a templom hátuljában is, ahol a helyet szoktam ajánlani a kisgyermekeseknek, mindig csendben tud maradni, és talán, mire kiérnek vele a templomból, addigra némi bonyodalmat okoz, mire elérik a biztonsági zónát, ott a folyosón, vagy az alagsorban. De milyen kínos erre gondolni, amikor általam úgy gondolt, a gyermekeknek fenntartott helyről küldjük el a gyermekeket, hogy azzal a Jézussal fordulunk szembe, aki pontosan tudja, milyen az, amikor egy olyan valakinek nincs helye, aki igazán helyre szorul. Mert ő tudja, mi történt vele. Tudja, hogy a sok izgulós népszámlálásra érkező ember között a minden óriás kismamának nem volt helye. Mindenki befészkelte magát kényelmesen a maga fogadójába, a maga szállására, hogy aztán ajtót mutassanak annak, aki minden órára várta a gyermeke megszületését. Tudjuk, hogy ez a történet Jézusról szól. Arról a Jézusról, aki nem kapott helyet, pedig a legkiszolgáltatottabb állapotban volt, amiben ember lehet. Ott az édesanyja méhében majd megszületve, mint újszülött. És ez a Jézus mondja, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten ország. Ezt az a Jézus mondja, aki tudja, hogy Istennek hatalma volt arra is, hogy neki is legyen mégiscsak minden felnőttek ügyeskedése, mindenféle hamis gazdasági érdek ellenére, legyen egy hely, ahol meg tud születni, legyen egy hely, ahol meg tudják látogatni a hozzá érkező bölcsek, a hozzáérkező pásztorok. Bár lenne szeretetünk a körülöttünk levő gyermekek felé, elhozzuk őket Isten népe közé. Elvigyük őket, hogy Jézus Krisztus sarkalálkozzon. Bár csupa ismerős név kerülne a lelkipásztor elé, amikor így járt a hitamos névsorokat a Bibliában. Bár ne azt kellene megállapítanom, hogy már megint a most első osztályban induló, korábban megkeresztelt gyermekek közül
alig van meg egy pár. Szó szerint egy pár van meg. A többiek, akik Bibliát fognak kapni a mai nap folyamán, akár itt délelőtt, akár délután, olyan gyerekek, akik valahogy Isten kegyelméből és csodájából az iskola kezdés kapcsán ide kerültek a mi egyházközségi területén lepő valamelyik iskolába. De a legtöbb gyermek, akit megkereszteltünk 2011-ben, 2012-ben, valahová eltűnt. Még azok is, akikről tudjuk, hogy valahol itt laknak Kispesten. Mégsem volt már fontos, hogy a gyermek itt a órára jár. Nem engedjük oda. Miért? Jézus is azt mondja, engedjétek őket hozzá. Mert mit akarunk mi Isten népe között? Talán olyanok vagyunk, mint a gazdag ifjú. Mi vagyunk a tökéletesek. Korai ifjúságunktól kezdve. Isten áldását a magunk életén tudva. Hiszen Isten áldása ott akkor Jézus korában egyértelműen a földi gazdagságban mutatkozott meg. Ha valaki szegény volt, akkor valami mégsem volt rendben az életében, mert aki igazán Isten útján jár, nézzük meg ezt a fiatal embert, aki bátran rámeri mondani, hogy megtartottam azt, hogy ne parázzák, hogy ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tisztelt apádat és anyádat, az jól éppen van. Annak helye van. Annak van helye, aki Isten áldásait el tudta fogadni. De hát ki nem tudná Isten áldásait elfogadni? Melyik ők az a bolond, amikor Isten megkínálja jóléttel és boldogsággal ebben a földi életben visszautasítaná? Ki az, aki ne vágyna arra, hogy olyan élete legyen, amelyre mások is felnéznek? Nem csak a törvénytisztelő, hanem törvénybetartó. Nem csak a dolgozó, munkálkodó, hanem munkája által gazdagodó, gyarapodó élete is. Kinek kérne Isten áldását? Képesek vagyunk ezeket az áldásokat másokkal megosztani. A gazdag ifjúnak ez nem ment. Csak ő akart Jézus Krisztushoz tartozni. Csak ő volt a fontos. Senki más. Ha már el kéne menni és meg kellene osztani a vagyonát a többiek között, az már nem megy. Ha az áldást meg kellene osztani, az már nem sikerül. És nehezítsünk ezzel az igén, mert az talán még mindig könnyebb, hogy a zsebünkben levő pénzt odaadjuk másnak, mint hogy bennünk levő igét elmondjuk másnak. Milyen nehéz az Istentől kapott áldást tovább mondani. Jaj, de nehéz munkahelyen, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek, munkahelyen vagy iskolában elmondani. Igen, de ott voltam Isten házán. Ezt az igét hallottam. Isten erre vezetett engem. Isten így akar formálni engem.
tovább gazdagodjon az ő lelke, még jobban erősödjön az ő hite. De másokkal nem tudott törődni. Igen. Itt érünk oda annak a csodájához, hogy Jézus Krisztus eljött az Atya mellől, hogy elmondja nekünk, milyen a mennyek országa. Eljött az Atya mellől, hogy beszéljen a mennyek országáról, hogy elmondja nekünk, hogy az olyan, mint egy mennyegző, az olyan, mint egy nagy vendégség. Ez egy olyan hely, ahol nem csak sokan lesznek, de még mi is ott lehetünk. Amikor Jézus Krisztus szenvedéséről beszélünk a hitvallásunkban, akkor azt mondjuk egész földi élete alatt. Egész földi élete alatt. Ott hagyva azt a gazdagságot, érkezettünk. Át tudott menni azon a szűk kapun, ami a tűz foka, ahol a teve csak úgy tud átmenni, ha levesznek róla mindent, letérdeltetik, és úgy, mint egy átkúszik az a nagy jószág, hogy utána, ha átment rajta, akkor újra visszapakolják rá a tervet, és úgy ugye tovább. Jézus így jött be ebbe a világba. Semmit nem tudom. Az ég adta egy világban semmit. Pontosan úgy jött be ebbe a világba, hogy a mi is bejövünk. Mezítelenül, mint gyermek. De hát mégiscsak vannak olyanok, akik boldogan megvallhatják velünk együtt. Miközben látjuk a gazdag ifjakat, akik keserűen mennek el, akik nem erre gondoltak, akik mást vártak Istentől, mi boldogan mondhatjuk Péterrel együtt, íme! Ott hagytunk mindent, és követtünk téged. Mi ma délelőtt nem a televízió valamelyik vallásos műsorát nézzük. Nem a református vagy evangélikus egyházi ifjúsági műsorát figyeljük. Nem a 11 órakor kezdődő Isten tiszteletre akarunk oda kapcsolni. A háziasszonyok talán eljöttek a tűzhely mellől, a férfiak is félbe hagyták sok-sok fontos teendőjüket. Íme, Uram, mi itt vagyunk. Pedig bízom benne, hogy mindenkinek lenne mit csinálni. És mindenkinek lenne valami feladata, de itt vagyunk. Mint Péterék. Ők hátrahagytak mindent. Péter ott hagyta anyósát, feleségét, családot. Ezek a tanítványok ott hagyták a vállalkozásaikat. Ezek a tanítványok tényleg ott hagytak mindent, és mentek Jézus után. Napokon, heteken, hónapokon keresztül. És éltek Jézussal közösségben. Ezeknek a tanítványoknak, mondjuk ki, Isten ügye fontosabbá lett mindennél. És a biztos helyüket elcserélték a bizonytalanra. Ezeket a tanítványokat vigasztalja Jézus Krisztus. Mindaz, aki elhagyta házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök élet. Sokszorosát kapja vissza. Elhagyta házát, feleségét, családját, szüleit. Sokszorosát kapja vissza. Jaj, de jó Jézus Krisztustól hallani, elhagyta a házát. János evangéliuma így kezdődik, hogy Jézus Krisztus köszöntünk
Péternek. Valami olyanról, ami nem fog elmúlni, ami megmarad örökké, ami állandó, amiből Jézus Krisztus egy időre idejött, közöttünk lakozott, ahogy az igen mondja, láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, de visszament és mit csinálott? Vár minket. Vár minket és közben figyelj. Rengeteg koncentrációnk, bokros teendőnk, gyarapodásunk közben vajon éppen az Isten ügye hanyadik helyre férve az életünkre. Hanyadik hely. Mi minden válik fontosabbá is előbbre mutatkozva. Miből várunk több gondosságot? Jézus Krisztus kegyelmes szeretettel van felé. Ahogy kegyelmes szeretettel volt ott és akkor, azokhoz a gyermekekhez, akiket okos bölcs felnőttek el akartak küldni. Ne vegyük észre a másik oldalt is. Türelemmel szeretettel volt ezekhez a felnőttekhez is. Jézus Krisztus, amíg a gazdag ifjúval beszélgetett, addig figyelt ránk is. És amíg neki mondta, addig bennünket is figyelmeztetett, nehogy így járjunk. Nehogy mi is keserűen menjünk el, mert annyi minden van, amihez ragaszkodunk. És az igen nagyon szól nekünk is. Nehogy azt higgyük. Attól van az üdvösségünk, mert mindent elhagytunk. Nehogy azt higgyük, ami üdvösségünk a magunk cselekedeteinkről van. Nem. A mi üdvösségünk, a mindenható Istentől van, Jézus Krisztusért. Az ő igéje és szent lelke által. Ezért fontos, hogy az ő igéjét ne csupán itt a templomban vegyük elő, ne csupán vasárnapon, ne csupán a hittanórákon kerüljenek elé. Nem. Az, hogy ki kell legyen minden nap előttünk. Az az ige vezessen bennünket. Az az ige gazdagítson meg minket. Mert aki Isten igéjéből, Isten igéjével életben a világban, az a sokszorosát kapja vissza, már itt is, a ráadás pedig a jövendő világ örök élete. Újjongjunk ebben, Jézus Krisztusért örök életünk van. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Tehát Istenünk, menj édes Atyánk, ismersz minket és tudod a mi nagy küzdelmeinket, amikor próbáljuk rangsorolni az előttünk levő dolgokat, feladatainkat. Ismered a mi küzdelmeinket, amikor igyekszünk rangsorolni körülöttünk levő embereket és problémáinkat. És ismersz minket, és tudod, hogy milyen örömet jelentett ezen a mai délelőttön, ami számunkra, hogy beülhetünk a templomba, a helyre, ahol már talán még nem voltunk, a helyre, ahová minden vasárnap eljövünk. Jézus
könyörülj rajtunk, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek a mi életünkben, és legfontosabbá, az Isten ügye legyen a mi számunkra. Minden más mögé tudjunk sorolni. Az áldásokat, amiket kapunk, azokat meg is tudjuk osztani. Hogy miközben tesszük a dolgunkat, feladatunkat ebben a földi életben, el ne felejtsük, szemet és jobbat készítettél nekünk az örök életben. Így állunk eléd, minden kérésünkkel. Így hozzuk eléd, Urunk, a mi betegeinket. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik már gyógyulnak, és hozzád kiáltunk, azokért, akiknek nem, hogy nem változik, hanem talán rosszabbá lesz az állapota. Hozzád kiáltunk, Urunk, az őket ápolókért, családtagokért. Hozzád kiáltunk, Urunk, gyászban levőkért. Szeretettől búcsúzni készülőkért, szeretteikre emlékezőkért. Urunk, attól higgyük, te vagy a feltámadás és az élet, és aki benned hisz, az örökké él. Így kérünk, Urunk, az üldözöttekért, akik a mai napon sem tudnak téged nyugodtan segítségül hívni, mert menekülniük kell. Menekülniük kell, mert kergetik őket a hitükért, kergetik őket nemzetségükért. Kérünk téged, Urunk, azokért, hogy a dolgoktól távol kell, hogy éljenek. Most is csak vágyulnak haza. Urunk, hozzád kiáltunk, családunkért, az itt levő gyülekezetért, ami egyházközségünkért, egyházközségünk intézményeiért, a városért, amelyben élünk, a népért, amelyben születtünk, ezért a világért, amelyben rólad kell bizonyságot tennünk. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Néhány pillanatig csendben maradva, ki mondja a magyar kívánságát. Csendessége után könyörögjünk együtt felhangot úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanított imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mielőtt meghallgatnánk a hirdetéseket, énekeljük a 274. dicséretet, a 274. dicséretnek az első és utolsó negyedik versét. A 274. dicséret első versét kezdődik. Istenének által minden, a negyedik pedig Zenkhárt az Úrnak járta. Amen.
iskolából ebben az esztendőben nincsen elsősünk, a többi iskolákból vannak elsősök, és azt kérem, hogy aki hallja a nevét, felsorolt gyermekek közül, ott a családból legyen valaki jelzéssel templom padból, hogy lássam, hogy itt a gyermek, és megvárjam, amíg kijön ide az urasztalához, mert az itt levőknek most szeretnék átadni egy Bibliát is. Iskolák szerint fogok végig menni, ez talán így könnyebb lesz a családoknak és a gyermekeknek is, mintha csak úgy simán az ABC sorrendet követnék. A Bújai iskolából olvasom először az elsőseinket, Csongrádi Emma, Körmendi Tamás. Tamás, kérem, hogy jöjjön a Bibliájára. Református zenei estéket az első ilyen alkalom, szeptember 30-án.
háztól a pesti ferences templom orgonaművésze fogja megszólaltatni az orgonákat. További orgona hangversenyei időpontja a hirdető táblán látható, és majd ahogy közelednek hirdetni fogom, de október és november utolsó vasárnapján lesznek még hangversenyei. Hirdetem a konfirmációt is. Ezen a héten csütörtökön 4 órától várjuk azokat, akik már tavaly is jártak előkészítőre. Várjuk azoknak a jelentkezését is, akik még nem jártak konfirmáció előkészítőre, de szeretnének konfirmálni, már legalább 7. osztályosok. Az ő óráik majd szerdán lesznek 4 órától, ezen a héten még nem. Várom a itt tanoktatóknál a jelentkezéseket, és aztán majd utána összegyűlt ez a csapat, és akkor kezdjük az alkalmakat. A felnőtt konfirmáció lehetőségét is hirdetem, ha van közöttünk olyan, aki még nem tett konfirmációi fogadalmat, de szeretne elkötelezni magát Jézus Krisztus mellett, szeretne az egyházközségünk urvacsorázó közösségének tagja is lenni, ezt kérem, hogy nálam jelentkezzen, és meg fogjuk beszélni, majd, hogy mikor kezdjük a csütörtök esti 6 óra, mi kezdett a konfirmációs órákat a felnőtteknek. Állás lehetőségeket is hirdetek az intézményeinkhez kapcsolódóan. Az Ady Endre Református Általános Iskolában szükségünk van portásokra. Ebben a munkakörben várjuk testvérek jelentkezését, akik szívesen vállalnak teljes állásban vagy részmunkaidőben portási szolgálatot az iskola bejáratában. Szobodában pedig a Szőlőskert Református Szobodában is keresünk egy lajkát, az egyik munkatársunk szeretne elmenni, úgy alakult az élet és az ő helyére. Keresünk az ősz folyamán belépni tudó új munkatársa, aki szívesen jön a Szobodába is dolgozni, már szeretettel. Pénteken 5 órától fogjuk megint a templomot takarítani. Várjuk a testvéreket ebbe a szolgálatba is. És végül két nem nálunk megvalósuló program, az egyik a presbiteri konferencia szeptember 29-én szombaton 10 órakor a Budai Református Egyházközségben. Erre várjuk nem csak a presbiter testvéreket, a másik program pedig egészen közel fog megvalósulni mi hozzánk. Jövő vasárnap Pesterzsébeten a Mátyás Király téren fogják délután 3 órakor az új református templomnak az alapkövét letenni. Jóval tudunk, és aki tud, azt bizonyára szívesen fogják fogadni a Pesterzsébetiek a Mátyás Király téren. Most az istentiszteletünk végén először a 90. Zsoltárt énekeljük el, mint ősi református himnuszunkat. A 90. Zsoltárnak az első és utolsó 9. versét, majd miután ez tanítható istentisztelet is, Zsoltár után fogadjuk az áldást, az áldás után pedig elénekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt is, legalábbis a himnuszunk az első verszakát. Most először 9. Zsoltárnak az első és utolsó 9. versét énekeljük. De benned bíztunk elejétől fogva, szolgáidat láthassa.
Istennek népe, áldjon és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa felé orcáját az Úr, és adjon békességet.